So before we come to your distinctive plaster reliefs that are at the center of this exhibition and your work in general, I thought we could look back. You started in the 60s producing life-size human figures, though in some respects they're not quite human. What were you trying to get at in those assemblages of the human body, drapery, and some almost mechanical forms that suggest automata? Okay, nos, ez egy tudatos, megfeszített tevékenység volt. Mindezek a dolgok akkor keletkeztek, amikor a akkori hidegháborús világ kelet-európai országából, Budapestről kiszöktem kvázi Nyugat-Európába, és Bécsben és Párizsban kezdtem el tanulni szobrászatot 64-66-ban. De meggondolások után, hogy emigráljak-e, vagy hazamenjek, hazatértem, és éreztem, hogy olyasmit tanultam, és ahogy az úgynevezett szabad világban van egy olyan művészet, amit a vasfüggöny és a szovjet ideológia elzár tudatosan a keleti országok kulturális életeben résztvevők elől. Így aztán tudtam, hogy olyan munkásságot kell folytatnom, ami otthon nem lesz népszerű vagy hivatalosan elismert. Ugyanakkor az iskolában tanult Magyarországon figuratív, realista, görögöktől Rodenig az emberi test, mint egyetlen téma helyett valamit ki kell találnom, mint ahogy a nyugati, szabad világban élő kortársaim művelik ezt az egész 20. században, tehát kvázi 60 évig, akkor, amikor én, amelyik időről most van szó. Ez a három vagy négy figura, amit említett, tudatosan nem egy gyakorlása volt a figuratív művészetnek, hanem egy leszámolás. Meg akartam mutatni, hogy egyrészt a konzervatív keleti világban az egyszerű, realista, kvázi primitív 19. századi realista vagy akadémikus figuratív művészet milyen szegényesen gondolkodik még a figuráról is, miközben már a figurán túl vagyunk, hiszen 64-ben már az absztrakt expresszionizmus fénykorán is kvázi túl voltunk. Tehát én tudtam, hogy nem figurákat fogok akarni csinálni, de megmutattam három példával, ami ma már a magyar művészettörténet eminens része és legendás, mert tanítják, mert mindegyik valami újat mutatott föl, nevezetesen és egészen röviden, mintázás, modellálás nélkül emberi figurát tekinteni különleges 20. századi ötletekkel. Többek között a kollázs is ide tartozik. És ettől kezdve kezdtem el kifejleszteni az új jovánovicsi oeuvre-t, ami világosan és tisztán, attól fogva szándékosan hátat fordított az emberi test ábrázolásának. Early on, you exhibited with the dissident Ipertef group that wanted to connect with Western currents that were really proliferating at the time, the new tendencies, pop, conceptual, and arte povera. You, as you said, you studied in Vienna and Paris as well as Budapest, but how isolated was Hungary at this time, and how did that affect artists and their development, particularly when at the time international networks were so active? Hát azt kell mondanom, hogy olyan nagyon izoláltak voltunk, az izoláció olyan erős volt, hogy mai szemmel, ha én önnek ezt ma elmondanám a részleteket, nem hinné el. Az én növendékeim a képzőművészeti egyetemen, hiába mesélem, hogy én hogy nőttem föl, és milyen körülmények között állítottunk ki, és hogy akarták elzárni előlünk egy vasfüggönnyel, fizikai értelemben függöny, és szellemi értelemben függöny, ami a kelet és a nyugat között a hidegháborúban fennállt. Totális akart lenni a szovjet intenció szerint, Zsdánov szerint.
magyar követőik is megpróbálták ezt megvalósítani, de a valóság másmilyen. Hiába van vasfüggöny, hiába nem jelenetnek meg, nem hoztak be nyugati újságokat, nyugati könyveket Magyarországra és a Varsói szerződés országaiba. Valahogy a madarak, vagy a felhők lehetetlen, az információnak totálisan lehetetlen gátat szabni. Ezt észrevették a káderek, tehát a kommunista állampárt képviselői, és látták, hogy lukak vannak a rendszeren, és hogy mondjuk például a külföldiek becsempésznek egy Ártin Amerikát, vagy egy Lőj, vagy egy másik folyóiratot, amiben mi, a képzőző egyetem akkori hallgatói, akiket a szocialista realizmusba próbáltak hivatalosan beleoktatni, ugye belelapoztunk ezekbe a könyvek katalógusokba, és elámultunk, hogy mi az, hogy absztrakt expresszionizmus, mi az, hogy a Moore-nak a figurái nem realisták, mégis embert ábrázolók, de olyan módon, ahogy magyar tanárainknak soha nem jutott eszébe. És egy példát itt Londonban különösen érdemes megemlítenem erre a kérdésre válaszul, hogy egy igazi forradalmat az jelentett a felszabadulásba az információ nem kívánatos beáramlásának a erősítésébe, hogy az UNESCO, amit valahogy Magyarországon kénytelenek voltak azért elismerni, mert Magyarország is benne volt a szervezetébe, egy fotókiállítást csinált Henry Moore műveiből, és azt a világon körbe küldte. Nem Moore szobrokat, mert az drága, hanem Moore tablókat, és egy életbemutatása kiállítási formába. Emlékszem, hogy Tokióból jött Budapestre az anyag, és az diákság és a értelmiségi közönség sorba álltak a műcsarnokba, hogy megnézzék, hogy mi az, hogy Henry Moore, és hogy néznek ki ezek a csodálatos alakzatok, amik egyszerre emberek, egyszerre sziklák, egyszerre természet, egyszerre absztrakció. És nem lehetett mit csinálni, mert egy Henry Moore UNESCO kiállítást az elvtársak mégsem tilthattak be, és ez aztán évről évre, évtizedről évtizedre ilyen módokon föllazult a dolog odáig, hogy mi fokozatosan mindenről késve információkat szereztünk. Például nagy reveláció volt egy Dali film, vagy egy Buñuel film, vagy egy Max Ernst katalógus becsempészése. And in the 70s, you also turned to photography and some intriguing hybrids of environments, objects, and text. For example, the Lisa Viatruk series and the pictorial journey with Turner. What did you want to explore through these other media, and why did you eventually abandon them? Ez úgy történt, hogy ugye tudatosan csináltam három különböző figurát, és tudtam, hogy nem, többet ilyet nem csinálok. És akkor elkezdtem kidolgozni a saját formanyelvemet. Elemeztem egyrészt a múlt teljes művészetét, ahogy egy művésznél az első lépés, hogy megismeri a teljes 5 vagy 20 ezer évet, majd megismeri a kortársaságot. A kortárs nem csak azt jelenti, akivel egy időben élek, hanem ma mondjuk még kortárs Medardo Rosso, talán még Rodin is, de Bernini már nem kortárs. Tehát a kortársaságtól az ember példát vesz, és a harmadik lépés, amikor a valódi kortárstól, akivel együtt él, tehát itt nekem az a 2 év számított, amikor nyugaton éltem, tanultam, és mondjuk az utcán szembe jött Giacometti, vagy Bécsben Votruba, vagy a kiállításokon frissen a legújabb Rauschenberg kép átjött Párizsba. Jasper Jones-t így megismerettem, ugye? Ezzel a tudással jöttem az a Magyarországra, és a szobrászati példát, ugye először Moore és Giacometti, hogy mit lehet a figurából csinálni. Én ezt már nem akarom. Mi van még?
akkor a múltból azt fedeztem föl, hogy a felszabadulás az autonóm kép felé már 1600-1700-a, például Zurbaránnál, hogy csak egy példát mondjak, a nagy spanyol festőnél, bár a feudális állami megrendelés és az egyházi vallásos egy megrendelés élt, azt meg kellett festeni, de feltűnt, hogy Zurbaránnál a püspök drapériája vagy a csendélet lelógó asztal lepedője sokkal fontosabb a képen, úgy belebújt ebbe a részletbe, miközben a fejet sematikusan fölvázolta meg a vallásos momentumot, ugye, mintha egy Cézán képet néznénk, ahol a fölszabadulás már teljes volt, ahol már nem volt sem társadalmi, állami, hatalmi, sem egyházi megrendelés. Ugye ez a nagy útja a 19-20. Század művészetének, a totálisan szabad műalkotás, amiben nincs megrendelő. És a Zurbaráni példából azt szűrtem ki, ez már konkrétan az én példám, hogy van a szobrászatban ugyanúgy, mint Zurbaránnak és Cézánnak a drapéria. Nagyon erős fenomén a művészetben. A görög szobrászatnak két hangneme van, mind a zene, a dur és a mol. A görög szobrászat a meztelen test, a dur, és van a mol, a drapériás test. A fej és a váll mezítelen, a lábfej mezítelen, a kar mezítelen, azonban egy zene zajlik le azzal, ahogy a testet eltakaró élettelen anyag, a textília működik. Ekkor én végigkövettem a textil, a drapéria történetét az antiktól, a reneszánszon, a barokkon át, a gótikát nem felejtsük, tudjuk meg közé, a gótikát, a drapéria eseteit, amit én már egy tiszta abstrakciónak tartottam. Így született meg az első drapéria öntvényem, még párizsi diákkoromban, majd már Budapesten 66 után, 70-ben megcsináltam az első magyar environmentet, amit ma installációnak mondanánk, egy terem alaprajzát követő hatalmas objekt, ami kvázi drapéria, mintha egy letakart asztal lenne, de se nem asztal, se nem drapéria. Elvontság a terem alakjáról szóló közlés. A következő lépés volt 79-ben az első reliefen. Nagyon fontos a jelen kiállítás megértéséhez. Ez az évtizedekig kallódó drapéria öntvény, ami azonban már nem installáció volt, mint a 71-es, hanem 8 évvel később, egy bekeretezett kép, csak nem kétdimenziós, hanem relief háromdimenziós, egy függöny, egy színházi függönyt ábrázol. Három évtizedig kallódott a padláson Magyarországon, senki sem tartotta igazán műalkotásnak. Ma már egy hónapja a Budapesti Galériám közvetítésével a londoni Tate Modern tulajdonában van, tehát kiderült, hogy rátaláltam valamire a drapérián keresztül. És a fotósorozat nem ellépés volt ettől, mert itt is az volt, hogy az emberi arc, ami nem élő, hanem egy maszk a fotósorozaton, konfrontálódik a drapériával, ami a nőnek a mellét és a fejét takarja, és mindez montásszerűen beleúzik a természetbe és a szoba milliójébe. Tehát a világ, mint egy montás vagy kollás összeollózottságában elénk tárt, egyszerre megint abstrakció és valóság volt ekkoriban a témám, 79. decemberéig, amikor aztán 80-ba, Nyugat-Berlinbe kerültem, és ezzel kezdődött meg egy új fejezet az életművembe, amit már ez a kiállítás is részben majd tükröz. And in terms of your obviously lifelong interest in plaster, what was so appealing about a material that combines a kind of avant-garde interest in
so-called poor materials, with also connotations of traditional and even academic contexts? And also, why did you prefer to cast rather than to model? A gipsz, de egész életemet végigséri a gipsz. Egyrészt összefügg a politikai aspektussal, hogy a elnyomatásunk által a társadalom ellenségeinek tartottak azzal, hogy nyugati művészeti irányzókat már tanulmányoztunk vagy utánoztunk. Nem jutottunk hozzá mindenféle anyaghoz, munkákhoz, tehát szegényen éltünk az akkor a magyarországi avantgard kezdetei, a harmadik generáció. És a gipsz az háztartási és építészeti köműves anyag, amit a boltokban lehetett venni. És gipszből tudtam, hogy akár még a börtönben is dolgozhatok, a márványhoz és a bronzhoz azonban nem igen jutottam hozzá, egyszerűen politikailag el voltam zárva az értékes anyagoktól. Én azonban észrevettem, hogy ez a kényszer, hogy a gipszet használom, nem hátrány. Azonnal a kérdésébe kizárom a háromféle értelmezéséből az akadémiai aspektust. Az én gipszhasználatom az akadémiai rögtön kiesik, nem úgy kiesik, hanem totálisan az ellentéte. Az akadémiai gipsz azt jelenti, hogy köztes anyag, eleinte a mintázott viaszból vagy agyagból mintázott szobrászati művet gipsz negatív, majd gipsz pozitívval egy úgynevezett közbülső, közvetítő anyagból öntötte ki a szobrász minden időkbe, amit azonban értéktelennek tartottak, mert könnyen eltörik. A terv mindig az volt, hogy vagy nemes kőbe, márvány, vagy gránit, vagy bazalt, vagy értékes hércbe, fémbe, bronzba, ezüstbe, aranyba öntődik, és akkor nyeri el a végleges formáját. Az akadémiai verzió úgy vetült el nálam, hogy én rögtön az első gipszöntvényemmel, ami szintén londoni tulajdonban van, talán éppen e galéria tulajdonosa vette meg, a Petit Polichinel című párizsi diák éveimben készült formáció, mint öntvény, elkészültekor még a bozár növendéke voltam. Tudtam, hogy ezt soha nem akarnám kifaragni, és akármilyen gazdag leszek, nem öntetem ki bronzból vagy aranyból. Ez így törékeny gipszként érvényes, mert így pontos, így fejezi ki az én működésem egy az egyes mását. Tehát én vagyok ott, a kezem munkája van ott. Miért problémás az egész 5000 év vagy 10000 év szobrászatában a gipsz, mint köztes anyag, és minden másolás kőre vagy fémre, mert sosem elég pontos. Lehet, hogy én vagyok az első szobrász a szobrászat történetében, aki felfedezte, hogy az a csodálatos szakma, a kőbe átfaragás, a drága bronzba átöntés, majd cizellálás egy csomó hamisítással jár. Észrevettem, hogy soha egyetlen mű sem olyan pontos, végleges múzeumi verziójába, mint ahogy Rodin vagy Michelangelo az anyagba, valóságba megmintázta. Tehát a szobrászat esetében a mintázott, elpusztuló eredeti a tökéletes. Olyan, mint a festőnél az olajjal festett kép, és a szobrászat ott veszít egy csomót, ellentétben a festészettel. Hogy áttételek kellene következzenek technikai okokból, az időtállóság miatt. De mindegyik átviteli technika veszít az eredeti értékéből. És én úgy gondoltam, egy Cézán kép elkészül, nincs jogunk reprodukálás által gyengíteni a képet. Cézánt vagy Rembrandtot senki se gyengített meg. Senki se gondolja, hogy a róluk készült könyvekben a reprodukciók értékesek. Minden szobrászati mű kicsit értéktelenedett a szobrászati technológiák alatt. Azonban a direkt öntvény megőrzi az eredeti minőséget. És akkor úgy döntöttem, hogy egész életemre megmaradok az úgynevezett arte povera anyag mellett, ami a gipsz, és ezt ma sem lehet tökéletesen formává átváltoztatni.
So to turn now to the plaster reliefs, some of these are really just a few millimeters deep, although you have worked with a variety of increasing depths as well. But I wondered if this shallowness was an attempt to push sculpture towards painting in the way, say, that some painters such as Castellani or Fontana were pushing painting towards sculpture. Igen, de teljesen sajátos módon. Ezzel annyit foglalkoztam, hogy azt gondolom, hogy ennek az elmélete, amit én erről állítok, hogy a relief és a kép viszonya, ez még nem állt fenn én előttem, tehát ezt nem olvastam senkitől, senki nem fejtette ezt ki. No, mindent áttanulmányoztam, ami a reliefről szólt, Hildebrandtról kezdve akkor modern. Nem mondták ki igazán azt, amit én ma tartok a reliefről. Általános vélemény, hogy ugye a képzőzet két ágból áll, festészet és szobrászat. A reliefet a szobrászat alfajának tekintik. Leonardo ugye megvetette, mint Kentaur műfaj, hogy se nem kép, se nem szobor. Leonardonak nem volt igaza, de az sem igaz, hogy a szobrászat alfaja. A relief szerintem, és ezt most mondjuk ki először a művészettörténet történetében, az én véleményem szerint, és az én reliefjeim, tehát hogyha ez nem igaz, akkor az én elméletem nem igaz, egy harmadik műfaja a képzőművészetnek. Van tehát az én elméletem szerint festészet, szobrászat, és van relief. A relief egy más képontológiai tárgy, mint a kép, vagy mint a szobor. A szobor valóságtárgy, a valóságban van, körüljárhatjuk. A kép a totális abstrakció, a hordozó nem számít, csak a felhordott festék, ami egy képet ad ki, ami kétdimenziós, és magába zárta, nem véletlen az ablakhasonlat. Befelé fordulva egy tökéletes abstrakció, minden egyes kép egy örök életre szóló vízió, egy vízió annak, aki azt a dolgot megjelenítette. A szobor föláldozza a tapinthatóság, a térben lét és a tárgyi valóságosság érdekében föláldozza a víziót. Egy Michelangelo szobornál nem tudjuk pontosan, hogy mit akart mondani, melyiknél, mi a fontos. Körbejárjuk, nincs víziónk, nincs egy sugallat, nincs egy abstrakció. Ez hátránya a szobrászatnak az előnyei mellett. Nem véletlen, hogy van festészet szobrászat. Mindegyik szeretett volna a másik előnyeiből meríteni. A festészetben is megvan ez, ugye Montaigne kísérletezett ezzel, hogy reliefeket fest. Többek között. A relief legalábbis az én feldolgozásomban harmadik képontológiai fenomén, önálló fenomén, amennyiben visszaszerzi a víziót, ugyanolyan absztrakt és végleges élményen marad az ábrázolt, idézőjelben ábrázolt szín vagy forma jelenség, az absztrakt kép is ábrázol, egy stella kép is ábrázol, ugye csíkokat vagy valamit, visszaszerzi a víziót, vagyis hogy felejtetetlen, mert egy nézete van, de megőrzi a testiség látszatát, mint a szobor, de már nem körbejárható, mit őriz meg a szobrászatból, egy nagyobb feszültséget, mint ami a festészetben van. Mert azzal a képontológiai reménnyel tölt el bennünket, hogy itt valóban, mivel művészetről van szó, és az, mint a filozófia, a világ lényege több, mint a világ, a legnagyobb emberi teljesítmény, a filozófia és a műalkotás, ugye? A relief azt a dinamikus reményt kelti, hogy ez a mű több, mint amit első pillanatban látok. Amint a szobornál megnézem a plasztikáját, innen is, onnan is, egy narratíva bontakozik ki, ami a festményekben sosincs, mert a festmény a pillanatot monumentalizálja és manifestálja végtelen dinamizmussal. Ezért ez a köztes ontológiai képműfaj szerintem érvényes
csak még ezt senki nem írta le. Én is csak most mondom el először, mert eddig munkákban prezentáltam. Nem lesz könnyű, de ezt majd nagyon le kell fordítani. And you've worked predominantly with white and obviously the crucial effects of light and shade that activate the reliefs. But when you occasionally do introduce color, you incorporate it into the plaster rather than treating it separately. What did you have in mind with the black relief, given that whiteness itself seems so important to you? Először is nagyon pontos a leírás, talán még pontosíthatjuk. Az én reliefem és az egész életművem 90%-ban fehér. Ilyen értelemben ez a kiállítás kicsit csalóka. És aztán jön a szín a reliefek világában, a reliefekkel kezdődtek 1981-ben, Nyugat-Berlinben. A szín valóban, ki kell mondani egyértelműen, az én reliefjeim nem egy fehér gipszrelief minta van befestve kívülről, ahogy sokszínes relief készül, akár a nagy expresszionista relief szobrászok a század elején, 19. században, Lipschitz és mások, németek, ugye, befesteni a reliefet, vagy az egész gótikába a faragott faszobrot befestették, de a görög szobrok is festve voltak. Én nálam, ahogy mondta, integrálva van a festék, a festmény, nem befestve van, hanem ahol színt látok, nem is az egyszínű fegeténél, hanem a többszínűt említem, ahol egy szín van, ott a szín, németül egy durch und durch, teljességgel, áthatóan az ottani anyagnak a színe. Nem befestem utólag a fehér reliefet, hanem ott olyan színű anyagot öntök gipszet, vagyis a vízbe, tehát az első lépés a szín, a pigment, a vízbe, ami a gipsz ugye alapanyaga, belezórom előbb, mint a gipszet, a pigmentet, mondjuk a zokkersárgát, vagy a ultramarin port. Fehér gipszet kell hozzáöntenem, értelemszerűen az okker vagy az ultramarin tónusa világosodik, gedämpft durch Weiß, ahogy a német vagy a magyar mondja, német angolul meg kell találnotok, ugye tompítom fehérrel, töröm a szint kényszerűségből, mert a gipsz fehér. Mikor kiöntöm a felületre, a negatívomra, megdermed, megköt, és ott lesz a kék. Ha más szint akarok mellé, más szint kell a vízbe tennem. Tehát így intarzia-szerűen hátulról összeépítem a színes művet. A fehér reliefek tömege és minden fehér művem a 70-es évektől a 81-ig után nagy vágyam támadt a színre. Megint csak arra gondoltam, hogy a szobrászat egyáltalán nem fehér műfaj, vagy nem bronzszínű, vagy nem kőszínű, mert a korábbi korokban a követ és a bronzot és a fát is festettük. Az egész gótika, az egész görögség, stb. Antik. Elkezdett nagyon érdekelni a szín, mint hogy a festészet mindig jobban érdekelt, mint a szobrászat. Ezt szégyenkezve be kell vallanom. Először halvány szürkéket tettem a relief közepire. A szürkébe egy sötétebb szürkét, még beljebb. Körbe már fehéret, az eredeti szint. Ezek voltak az elsők. Aztán kedvem támadt egy másik színre. Aztán elkezdett izgatni, hogy a zöld milyen érdekes. A zöld a kedvenc színem, és sose látom szobrászatban a zöldet. Itt van két fontos kisebb reliefem, szintén Nyugat-Berlinbe készültek, de 10 évvel később 88-ba, 87-be. Itt tematizáltam a zöld színt integrálni egy gipsz színes reliefbe. És akkor most jön a válasz a feketére. Nagyon jó kérdés. Természetes, hogyha az ember főként fehér, mint mondjuk Manzoni, vagy Schoenhoven, a nagy holland postás, ugye? Vagy sok művész fehér, ugye? Akkor elkezdődik a színek világa a világos szürkétől a zöldig.
Na de a színskála végén a másik abszolút szín áll. Tehát a nem tarka színek, a két nem tarka szín, a fehér és a fekete is színek. Nagyon fontos színek. Az én fehér elieveim színesek. Minden, nagyon sokan, jogosan, mint az én intencióm, hogy a színesen kell látni. Noha nincs rajta szín. A valódi színest is más színekbe látjuk, mint ami valóban ott van. Teoretikusan és tézisszerűen fölmerült bennem, ha én a fehértől, a halvány szürkétől a sötét szürkéig, a nagyon sötét zöldig eljutottam, akkor mi van a feketével? Illene fekete reliefet is csinálni, hiszen akkor már előttem voltak a nagy, fekete, csodálatos monokrómok, Reinhardt, ugye, és mások, osztrák barátunk, hogy az osztrák nem jut most eszembe, a nagy osztrák művész, Burgenlandból. Rainer, ugye személyesen is ismerem, feketéi. Egyáltalán a fekete Rembrandtnál, mikor egy kép, vagy Goya metszeteken, amikor az egész már szinte fekete. Hát a fekete egy nagy témája a képnek, mint színes, kétdimenziós valaminek. Akkor az én reliefem is legyen fekete. Ha van fehér draperia, és ott van a 80-ban megszületett relief, akkor legyen, és egy évvel később fekete draperia is. Draperia is, hiszen látok én fekete brokátot is a valóságban, és akkor tételgyanánt a kontrasztjaként a fehér draperia reliefnek egy nagyon hasonló lapos, gyűrődéses lap relief struktúrát megcsináltam feketébe. Ha jól emlékszem, soha többet. Talán még van egy másik, de az már inkább lilába hajlik. Akartam, hogy legyen egy koromfekete művem, és ezt mutatom be itt.